A Stepfordi feleségek. Készült Ira Levin regénye alapján. Itt van az anyu. Szia, anyu. Indulás messzire. Jaj, nekem. Hiányozni fogtok. Hiányozni. Parancsoljon. Köszönöm. Szívesen. Jó utat, Mrs. Eberhardt. Köszönöm. Isten áldja. Látogassatok meg. Szervusztok. Viszlát. Nézd! Adja ide! Azt tegye hátra! Jól van. Kim, légy szíves, vigyázz rá, kicsit nyugtalan. Jó. Kapaszkodj belé, nehogy kiugorjon az ablakon. Rendben. Kösz, Charlie. Köszönjük, minden jót. Jó utat. Viszlát. Jó utat, asszonyom. Viszlát. Fantasztikus munkát végeztél odafent. Ne haragudj, azt hittem, mindent ellenőriztem. Apu. Igen? Láttam egy bácsit, egy mesztelen néni cipelt. Na, ezért költözünk Stepfordba. Stepfordban még az ajtókat sem kell bezárni. Ez már valami, nem gondolod? De...
Mr. Eberhardt, hová tegyem ezt a szekrényt? Fel a nagy hálószobába. Fel? Igen. Márha jó. Gyerünk, fordulj meg. Ez kicsinál minket. Kávét? Munka közben egyáltalán nem ihatunk, asszonyom. Kivéve sört. Gyere, Fred, kérsz egy kis vizet? Ha? Jó napot. Carol Vincent vagyok. És gondoltam, örülnének neki. Egy kis vodrogú. Ó, ez igazán kedves öntől. Walter Eberhardt vagyok. A feleségem a házban van, biztos szívesen megismerni. Ó, ne, én tudom, mivel jár egy költözés. Ha szükségük van valamire, csak hívjanak. Itt lakom a szomszédban. És mondja meg a feleségének, hogy ezt ráír visszahozni. Minden jót. Köszönjük. Amilyen szép, olyan jól főzted. Szerinted mi ennek itt az emberek? Barátságosak. Finom vadragot főzött az a nő. Miért költöztünk ide? Megegyeztünk, hogy így a legjobb. Mármint a gyerekeknek. És neked is jó. Tudod, itt sokkal nagyobb a helyed, sötét kamrát is csinálhatsz. Ideje volt elköltöznünk, nagyon jó áron vettem a házat. És biztonságos. És mert itt valódi tűznél melengedhetem a hátsóm. Jobbnál jobb indokok. Mondd csak, csináltad már kandalló előtt a földön? Veled nem. Nos, ez is házzal jár. A szerződés része. Mindent eltettetek? A könyveket is? Üljetek le az üres helyekre! Tudja,
én írok az újonnan érkezőkről a helyi heti krónikában. Megkapta a példányt, amit bedobtam? Igen, köszönöm. Megismerte a stílusom? Főleg hölgyeknek szól, úgyhogy el is kezdheti, kérem meséljen magáról. Hát nem sok mesélni valóban. Mit csinál a férje? Ő ügyvéd. Ügyvéd. Én pedig amolyan reménybeli, közepesen profi fotós vagyok. Mi fog legjobban hiányozni New Yorkból? A zaj. Nos, nem tudom, hogy ki volt a férfi, de feltételezem, hogy Mr. Vincent. Hány órakor volt ez? Délelőtt, úgy 10 körül. Hűha, elég korán kezdik Stepfordban, nem? Hátulról odament hozzá a pasi, és megfogta a mellét. És pontosan hogy csinálta? Így valahogy? Walter! Vagy inkább így? Összekenem a ruhámat. Tudni szeretném a tényeket. A jogász agyammal. A szex agyaddal. Stepfordtól teljesen beindultál. Szeretném az összes szobát felszentelni, mielőtt visszafizetjük a kölcsönt. Előtte mosogass el. Jó. Mesélj, milyen napod volt? Hát, semmiféle szoftpornót nem láttam, úgyhogy a tiédhez képest kicsit unalmas volt, de... Nos, sikerült megismerkednem néhány Stepfordival. Kérsz egy kávét? Van Nescafé? Még nem voltam vásárolni. Jó van, akkor legyen rendes. Okos férfiaknak tűnnek. Vagyis jól intézik a dolgaikat. Meséltek valami falusi férfi egyletről. Úgy érzem, oda be kell lépnem. Megtiszteltetés, ha valakit meghívnak. Mitől megtiszteltetés? Mitől megtiszteltetés? Mert, ha jól tudom, a falu összes fontos férfia benne van. Ingázók és itt lakók. Vagyis tényleg mindenki. Tévés személyiségek, pszichológusok, tudósok, a rendőrfőnök, a tűzoltóparancsnok, a kórházigazgató, a telefontársaság elnöke. Téged is hívtak? Hogy hívtak-e? Igen, volt. Talán megőrültem, minden kérdést megismételsz. Téged is hívtak? Tulajdonképpen igen. Visszautasíthatod, vagy muszáj elfogadnod a meghívást? Azt mondták, jó esélyem van rá, hogy bekerüljek, én megőrültem. Hozzá kell tennem, hogy van egy szabály, amit nem nagyon értek, de... Állítólag meg fogják változtatni, úgy 6 hónapon belül. Milyen szabály? Hát, csak férfiak léphetnek be. Feladom, Walter. Mit akarsz ezzel mondani? Miért nem mondasz legalább egyszer igazat? Úgy teszel, mintha közösen döntenénk, de csak az számít, amit te akarsz. Megkérdezted, van-e kedvem ide költözni, de kiderült, hogy már ki is nézted a házat. Megkérdezted, tetszik-e a hely, de kiderült, hogy már le is foglalóztad. Most valami idétlen férfi egyletről beszélsz nekem, és nyilvánvaló, hogy már be is léptél. Miért kérdezed meg egyáltalán? Lefektetem a gyerekeket.
Amy! Kim! Gyertek, apu már vár! Igyekeznünk kell! Gyertek, gyertek! Mennyit fizetek? 53,40-et. Várj, Walter, már kifizetted? Igen, igen. Elintéztem. Miért? Úristen! Külön is fizetheted. Jó van, rendben. Mehet, Mrs. Sanderson. Várjon egy kicsit, Mrs. Sanderson. Jól van, jöhet. Jaj, vigyázzon! A francba. Szent Isten, Carol. Nem vettelek észre. Azt hittem üres. Jaj, nekem. Sajnálom. Semmi komoly. Tényleg semmi baj, csak az ijegység. Jól vagyok. Csak a fejem fáj. Nem az én hibám volt. Nem akartam rosszat. Megtörténik az ilyesmi. Nem, jól vagyok. Nem tehetek róla. Nem vettem észre, hogy jön egy kocsi. Itt volt és kész. Nem én tehetek róla. Nem az én hibám. Bocsánat, asszonyom, jól van? Jól vagyok, semmi bajom, mentét. Tényleg? Biztos benne? Azonnal küldjenek ide egy mentőt. Baleset történt. A parkolóban. Küldjenek egy mentőkocsit a parkolóba. Nem értem, miről beszél. Innen látom, látom az ablakból. Azonnal induljanak. Ne szórakozzanak velem, érti? Erre semmi szükség. Jól vagyok, semmi komoly. Mi tettek, Carol? Mondd el! A bevásárlás. Hazaviszem neked. Felhívnád a Larsen Service? A Larsen Service, persze. Akkora butaság. Csak a fejem. Akkora butaság. Csak a fejem. Tegyük be óvatosan. Azt hiszik, máshol is ennyire gyors a mentőszolgálat? 2 órát várhat New Yorkban, és fogadok, hogy Scarsdale-ben is vagy 45 perc. Jó van, gyerekek. Is itt voltak. Ha bármelyikük balesetet akar szenvedni, úgy intézze, hogy Stepfordban érje. Oké, elindulhat. Ennyire barátságos balesetet még nem is láttam. Tudod... Mit? Lehet, hogy újak vagyunk itt, de a Stepfordi kórház nem arra van. Ó, nem, tévedsz. Az... Nem. Nem tévedsz. Az a mentő arra ment, ugye? Mi a baj? Mi történt, drágám? Teddy egész éjjel sírni fog. Nem, nézd! Jó kedvű, nézd! Nem, szomorú képet vág. Nem szeret itt lenni, egész éjjel ordítani fog. Szerinted mitől szomorú? Nem szeret itt. De szereti. Azt mondta, hogy tetszik neki. Élvezi a csendet. Ha arra gondol, hogy mennyi mézet fog gyűjteni a fákból, és... Azt mondta, itt jobban érzi magát, mint a Central Parkban. Mert itt nagyokat sétálhat, és nem kell attól tartania, hogy eltéved. Igazi Stepfordi medve. Aki könnyen eligazodik.
Walter, jól érzed magad? Igen. Borzasztó késő van. Minden rendben volt a felvétel ügyében? Szó sem volt felvételről. Ez nem kollégiumi egyesület. Megmutatták a helyet, megkérdezték, van-e kedvem belépni, én meg beléptem. Jó. Walter, aggódtam érted. Felébredek az éjszaka közepén. Itt ülsz egyedül és iszol. Miért tücsöröksz itt? Miért nem jössz lefeküdni? Mindjárt lefekszem. Mondtak valamit, ami rosszul esett? Semmi bajom. Nincs okom keseregni. Minden rendben. Nincs rendben. Aggódom érted, Walter. Szeretlek. Azt várod, hogy olvassak a gondolataidban. Szeretlek. Nagyon szeretlek. Ugye tudod? Tényleg így van. Tudom, hogy elszúrtam ezt az egészet. Nem akartál idejönni. Nézd, tudom, túl hogy nem. Leszek rajta. Már is túltettem magam ugye rajta, megérted, de most nem erről nagyon beszélek. Szeretlek. Igen. Igen. Menjünk aludni. Úgy érzem, öregszem. De hogy öregszel? Hát, én úgy érzem. Szia! Te vagy Joanna Eberhardt? Igen, az a Joanna Eberhardt, aki mohón kattintgat, ex-New York és akinek hiányzik a város zaja. Igen. Hú! Úgy örülök, hogy látlak. Szia, Bobby vagyok. Bobby Markó, a Markovics rövidítése. Én is ex-New Yorki vagyok, aki alig egy hónapja költözött Ajax megyébe, de mindjárt megőrülök, tudja, doktornő. Az a problémám, hogy szeretem a választás szabadságát, és gyűlölöm az édes bájolgást. Itt láttam a neved. Igen, nem? Jaj, ne. De! Ne. Fantasztikus, fantasztikus. Megmutatom egy pillanat. Azt hiszem a fő ne. Oldalon. Egy pillanat, várj. Ne. Te vagy az oldal főszáma. Ide nézd. Eberhardt beköltözött Stepfordba. Jobb lett volna, hogyha... Mohó kattintgató, tudtam, hogy fantasztikus csaj vagy. Láthattam a képeidet magazinokban, tuti, hogy láttam. Nem hiszem, na, nem láthattad. Na, ugyan már, fantasztikus vagy, tudtam. Nem tudom, hogy honnan, de ismerlek. Komolyan. Jó, de azért örülök, hát, hogy találkoztunk. Hogy érzed magad? Figyelj, van kedved meginni valamit a enni. Házban? Enni? Igen. Rendben. Van egy csomó kaja. Cégid is van? Jó, a lábamra. Nagy értem a legjobb gépen. Filmet is raksz a masinádba? Persze, tényleg mohókattintgató vagyok. Hűha. Figyelj, megmondom őszintén, általában bele se nézek ebbe a béna újságba, mert tele van szemétel. Tudom. De megláttam a nevedet, és valamiért érdekelt. Miért választottátok Stepfordot? Én nem. Walter érdemel. Úgy már érthető. Dave szerint itt értékesek a telkek, akkor a legjobb az ágyban, ha magasak az árak. De is máljuk meg Walter viszkijét. Tudod mit? Jó barátnők leszünk. Igen. Ó, rendetlen konyha. Csodálatos. Nem otthonos otthon. Persze az enyémhez nem hasonlítható.
Még nincsenek olyan csodás, mogyoróvajas új lenyomatok a szekrényeiden, de még nagyon új vagy. És Stepfordot sem egy nap alatt rombolták le. Hello, magas C. Hé, kérsz egy rendinget? Átsempésztem a határon. Milyen évjárat? 59-es, gyűjtőknek való. Megy a viszkihez. Igen. Két dolog mindig van nálam. Tampon és ringding. És gondolni sem akarok rá, hogy mit jelent. Én mondom, kösz. Nem értem ezt a helyet. Mint a törvénytelen lenne bejárónőt tartani, és a legügyesebb háziasszony Robert Redfordot kapnák karácsonyra. És hidd el, ha ő a fődi, én is beszállok, csak nem ismerem a játékszabályokat. Csirió. Csirió. A rémes férfi egyletről nem is beszélve. A tiéd is? Minden este. Ki nem hagyná. Szerinted mit csinálnak? Pornót néznek, és a régi szép időkön elmélkednek. Milyen régi szép időkön? Amikor a Playboy még retusálta a képeket. Ringding és whisky. Remek kombináció. Talán elkezdtünk valamit. Erre iszunk. Csirió. Iszonyú undorító. Nem ízlik. Nem tudom, melyiket szeressem jobban. Nagyon őszinte vagy, ezt szeretem benned. Borzalmas. Szia, én vagyok. Itt vagyok, és bekerültem az új bizottságba. Igen, új bizottság. Mit szólnál hozzá, ha néhány barátunk eljönne hozzánk? Mondjuk ma este. Rendben van. Igen, jó ötlet. Legalább látlak téged, és néhány élő embert. Csak adj egy kis időt. Rendben, 20 perc múlva ott leszünk. Szia, szia. Örült neki. Helyes. Még nem biztos benne, hogy jól döntött Stepforddal, ugye, Walter? Nos, ez nem így van. Én jól döntöttem, de... Ez nagy változás. El kell ismernie. Váltás. Valami jobbra. Tudjátok, már rég meg akartam csinálni ezt a szobát. Arra gondoltam, hogy valamilyen titkos játékszoba lesz. Talán beteszek ide egy biliárdasztalt. A városban még eljártam egy biliárdklubba. Jó lesz a gyerekeknek. Ki beszél itt gyerekekről? Ebbe a játékszobába be se jöhetnek. Szeretem nézni, amikor egy nő házi munkát végez. Akkor épp időben jött. Ki is kérte a teát? Claude. Claude Exxon. Ő az, aki... Dadog? Névről még nem ismerem. Miért hívják Disneynek? Mert régen Disneylandben dolgoztam. Ne, tényleg? Higgy el, nem hisz nekem? Nem. Miért nem? Nem tűnik olyannak, aki szeret másokat boldoggá tenni. Igen, én is úgy tudom. Nem igen. Mondod, 6 hónap? De igen. Mondd, Axel. Legalább 6 hónapja állották. Elnézést, a házat. A teája. Köszönöm. Tudja, engem nagyon érdekel a beszéd, a szavak. Talán egyszer beszélgethetnénk róla. Természetesen, miért is ne? Hozok egy szalvétát. Remélem, a felesége nem sérült meg súlyosan. Az ön felesége volt, ugye? Ó, igen, igen. Semmi komoly, de rosszabbnak nézett ki. Meg kellene látogatnom, már megtehettem volna. Örülne neki. Hozzákezdhetünk? Nem baj, ha Joanna is itt marad? Egy csöppet sem, neki is lehetnek jó ötletei. Nos,
Akarod, hogy hozzak egy kényelmesebb széket, drága? Nem kell, jó ez. Az italom. Elnézést. Nos, tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Ki akar az első nagyokos lenni? Mi lenne, ha karácsonyra ajándékot vennénk az árvaháznak? Az Isten szerelmére, Claude, még csak május van. Igen, hát azt hiszem, még korai volna elkezdeni szervezni a karácsonyt. Engem sokkal jobban érdekel, hogy az elkényeztetett gyerekek, mint a fiam is utálják a tábort, és Charmaine persze nem akarja visszaküldeni. Mihez kezd egész nyáron? Engem fog nyúzni? Megpróbálhatnánk a kiárusítást idén. Igen, felcímkézzük a játékait, és egy vagyont kereshetünk. Ez jó ötlet. Hát nem rossz. Mindenkinek akad felesleges holmia a ház körül. Mit szólnátok egy csűrtánchoz? Buli? Csűrtánc, a 40-es évek divatja. Szerintem jó ötlet egy ilyen tánc. Én legalábbis élvezném. Várj egy kicsit, olyan négyes táncról van szó, ugye? Igen. Négyes táncról beszéltél. Te kiabálod be a figurát. Hé, várjatok! Hallott már valamelyikőtök a kalácstánc? Kalácstánc? Az is tánc. Igen, kalácstánc. Rengeteg pénzt lehet vele gyűjteni. A kalácstánc nem egy tánc, hanem olyan, amikor minden nő süt valami sütit, aztán kört rajzolnak a padlóra, számokat kapunk, mindenki körbejár, és ha a számát... Jó, de visszatérhetnénk az eredeti témához. Említettem, hogy esetleg tarthatnánk egy vásárt. Vásárt? Szerintetek átbeszélhetjük, vagy nem? Megbeszéltük. De senki nem nyilatkozott, hogy mellette van, vagy inkább ellenzi. Ő említett valami csűrtáncot. Mit gondoltok, csűrtáncot rendezünk, vagy vásárt? Még az is felmerült, hogy megrendezhetnénk a csűrtáncot és a vásárt ugyanabban az időben. Rendezhetünk, amit akartok. Ti jobban ismeritek ezt a kis falut. És hogy ki minek örülne. Nos, én inkább a vásárra voksolnék. Szerintem rendezzük valaki garázsában, nem jó ötlet? Kinek a garázsában? Jó, akkor kezdjük ott. Jó, be kell vallanom, hogy mindig demokratikus szabályok szerint gondolkodtam. Claude, ne beszélj mellé. Nem tehetek róla, nem az... Claude! Meg kell, hogy mondja, egy kicsi felhördült a gyomrom attól, ahogy egymást és a megbeszélést közelítek. Csak ötleteket akarunk adni neked. Mindent megszervezni, kinevezhetnétek főtitkárnak. Ha rád bíznám a dolgot, az egész falut elriasztanád. Lehet, hogy én nem vagyok alkalmas, de Charmaine megszervezni. Na. Elnézést, de megengednétek, hogy végre összefoglaljam a dolgot. Titeket jobban érdekelne egy nagy esemény, mint több kis rendezvény egymás után. Jól látom, fiúk? Ez a vásár és a többi hülyeség valójában nem is olyan fontos. Szeretnétek valami nagyot, mert mindenki szükségét érzi ennek. Nem tudom, de én nagyon jónak találtam a megbeszélést. Ti is? Igen. Azt hiszem mindent elvégeztünk, amire szükség volt, ugye? Igen. Megnézem a gyerekeket, rendben? Elnézést. Claude, még mindig a nagy Lincoln-nal jársz? Igen, azzal. Évekkel ezelőtt eladhattad volna. Ha úgy vezetsz, ahogy beszélsz, még rengeteg baleseted lesz, ezt előre megmondhatom. Hozhatok valakinek egy italt? Igen, hoz nekem egy rendes konyakot a helyett a sherry helyett. Jó, nem, kösz. Ha érdekli, hogy mivel foglalkoztam. Maga nem Ike Mazard, ugye? De az vagyok. Ó, nem. Walter, mondd meg, hogy nevekben rossz vagyok. Kérem, bocsásson meg. Meg szoktam csodálni a képeit az újságban. Maga vetett véget a kamaszkoromnak. Azt hittem, én vetettem véget neki. Nem tudom elhinni. Nekem adja. Tartsa meg. Tartsam? Biztosítást kötök rá. Hálásan köszönöm. Szívesen. Parancsolj ki. Köszönöm. Látod, mit hagytál ki? Igen. Nagyon ügyes. Főleg a szeme. Jó. Sokáig maradtál. Elmosogattam még néhány dolgot. Gyűlölöm, ha reggelente mocskos hamutartók közé megyek le. Na, hogy tetszettek, rendes fickók, he? Komolyan beszélsz? Nem mondod komolyan. Manhattanben nem pazaroltad volna ilyenekre az idődet.
Jól van, oké. Ennek persze örültem, édes ember, de a többi... Ebben nem értek egyet veled. Walter, egyet kell értened. Rosszabbak, mint a cégbeli partnereid. Új bizottság. Előbb magukon kéne dolgozniuk. Ez a te véleményed? Persze, hogy az én véleményem. Ki ült köztük? Hol a humorérzéked? Ostoba fajangók. Vegyük az El prezidentét, aki Disneylandben doktorált. Történetesen a Berklin szerzett diplomát és egy multimilliárdos vállalkozást vezet. Mit gyártanak, altatót? Nézd, ez nem én vagyok, és amit mondasz, az nem te vagy. Be akarsz csapni? Nem. Dehogy. Nézd, ez Stepford, és nem New York. Velük kell élnünk, és nekem megfelelnek. Mondja csak, később is itt találom. Hát persze. Természetesen. Egy pillanat, azonnal visszajövök. Rendben. Hello. Rendben, látom, már kaptál inni. Igen. Helyes, jól van, figyelj csak, Méri, később van kedved úszni egyet. Nagyon szívesen. Jól van. Köszönöm szépen. Nem felejtettelek el, George. Szervusz, Walter. Hello, Diz, hogy vagy? Jól vagyok, és te, Dave? Örülök, hogy látlak. Ed teljesen lefoglalja magát a hússütésre. Segíts neki. Rendben van, lemegyünk, és segítünk neki. Vigyen le italt a medencéhez, menjen. Drágám, menj oda, ott van a többi gyerek, akikkel játszhatsz. Ez hihetetlen. Ahhoz képest, hogy Diz aglegény egy nagy fogás. Menjünk haza és öltözzünk át valami csinos ruhába. Szó sem lehet róla. Hello! Hogy vagy, Kit? Kösz, jól. Bájos parti. Igen. Megnézted már a kajákat? Lefényképezhetnéd, hogy mentsük meg a gyerekeket plakáthoz. Igaza van Walternek, tényleg ábrázatos. Mégis mi a baj vele? Tudod, amúgy tetszene, tökéletes, de mégis miért nem? Egyszerűen nem is kész. Hülyeség, amit mondtok. Sziasztok, lányok. Szia. Bemutassalak néhány embernek. Miért ne? Nem vagyunk sznobok. Jaj, még nincs mit innotok. Hozok valami italt. Jó dobás. Közepesen átsült. Farkasi hegy. Vigyázz a nyelvedre. Jó, rendben, használjuk azt. Ez a Wimpiri speciál. Az milyen? Közepesen átsült. Az a félig átsült, ez nyers. Belehalok, ha nem kapom meg a receptjét. Belehalok, ha nem kapom meg a receptjét. Belehalok, ha nem kapom meg a receptjét. Walter, légy szíves, vedd át tőlem. Ja, jó. Mennyit ittál ebből? Tudod, hogy nem bírod az italt. Tudod, mit bűvel veled ez a vacak? Belehalok, ha nem kapom meg a receptjét. Miért kell ilyet csinálni mások előtt?
Gyere, drágám, megitatlak egy kis kávéval. Nos, tudjátok, van egy kis problémám. Nem uralkodtam magamon, túlzásba vittem. Azt hiszem, pont ezért akartad ide költözni, mert egyre rosszabb lett a helyzet, és a várost okolta meg a sok stresszt, és tudom, hogy hozzá se szabadna nyúlnom, de megtörtént, és sajnálom, hogy elszúrtam. Nem kell bocsánatot kérned, Carol. Tőlünk nem. Úgy éreztük, fontos, hogy ti ketten megértsetek, mert ti vagytok a legújabbak Stepfordban. Nem akartuk, hogy téves benyomásotok legyen. Kik? Kiről beszélsz? Tudod, Tedről természetesen, és Ike is ott volt, és ő idős és okos, és miután kihozanodtam, megkértük, hogy adjon... Úgy érted, a férfiak mondták, hogy kérj bocsánatot? Á, nem. Nem, én akartam, tényleg. Ők csak megerősítettek az elhatározásban. Hát, miért nem jössz be? Á, nem, nem, haza kell mennem. Már láttam Charmaine-t, és... Nos, én... Haza kell mennem. Hihetetlen. Egyszerűen nem tudom elhinni. Ha minden italozás után bocsánatot kéne kérnem, egész életemben bóklázhatnék körbe-körbe, hogy bocsánat, bocsánat, bocsánat. Segítségre lenne szüksége. Mondtam már, hogy egy liberális nőklub tagja voltam New Yorkban. Mint mindannyian. Egyáltalán nem tervezek hajadon égetést, de a falura is ráférne egy ilyen klub. Hát igen. Benne vagy? Igen, benne vagyok. Na, hogy benne vagyok! Wow! Akkor hajrá! Érdekes lehet. De három gyerekem van, a legnagyobb 6 éves, és mellettük nem sok időm maradt szórakozni. Teljesen megértjük, Mari, és nem akarjuk felforgatni az egész életed. De soha nem zavart téged, hogy Stepford legbefolyásosabb szervezete, szexuálisan arhaikus. Arhai... Régi módi ódivató. Ahogy zavart-e valaha? Nem. Sajnos nem vagyok közösségi ember. Azt hiszem azért, mert annyira lefoglal, hogy mit süssek meg minden. Nem jelentene életre szóló elkötelezettséget. Csak kérdezősködünk, hogy volna-e érdeklődés egy ilyen szerveződésre Stepfordban. Errefelé nincs érdeklődés, Joanna. Tudom, hogy nem kéne mondanom, de imádom a süteményemet. Nagyon sajnálom, de nem vesztegetem az időmet ilyesmire. De néha azért kijársz, vagy nem? Hová? Hát persze, hogy kijárok. Most is kint vagyok, nem? Melyiket kéred? Ó, hát nem tudnék dönteni. Ez ki lesz? Cornell, a férje patikus, néha besegít. Ami nálam jó pont. Van egy érdekes találmány, kopogásnak hívják. Ó, nem érdekel, született betörő vagyok. Igen. Jaj, nem, még soha senki nem érintett úgy, ahogy te. Ó, Istenem. Ó, te vagy a legjobb, Frank. Na, menjünk. Istenem, te vagy a legjobb. Ez az. Ó, Istenem, te vagy a legjobb. A legjobb férfi, Frank. Te vagy a bajnok, Frank. Menjünk. Ó, nagy mester vagy. Jó, gyere. Ah,
Jó helyre jöttünk? Igen, az utolsó ház a Snowflake Lane-en. Biztos vagy benne? Ne kelljen megint menekülni. Istenem, Frank, biztos, biztos. Na, nem volt rémes. Te tehetsz róla. Tudom, de ezúttal meghívásra jövünk. Figyelj, a neve Charmin Wimpiris. Cipőt vettünk a gyerekeknek, beszélgetni kezdtünk, és azt mondta, gyertek át, érdekel az ötlet. Ahhoz képest, ahogy eddig bántak velünk, ez már győzelem. Hátul vár a teniszpályán. Oké. Okay. Játszmalabda, 5-1. Cseréljünk. Rendben. Ez jó kis játék. Nagyon élveztem, kösz. Régen játszottam utoljára. Ügyes vagy, nagyon ügyes. Csak látszik, hogy kiestél a gyakorlatból. Tényleg? Te is úgy láttad, hogy szuper volt? Szerintem te voltál szuper. Na jól van, figyelj. Bármikor átjöhettek játszani, komolyan mondom. Istenem, Ginny Fisher is játszott, de sajnos feladta. Már csak 2 tínédzser fiú ellenfele maradt, állandó erekcióval. Küld őket hozzám. Hülyéskedsz, unatkoznék nélkülük. Adj nekem leckéket. Jó, köszönöm. Adok leckéket. Ó, ne! Csinálnom kell valamit. Köszönöm, Neti. Hát nem fantasztikus? Német szűz, és más dolga sincs, mint szolgálni. Ó, ezért nyertük meg a háborút. Lányok, én nem akarlak titeket félrevezetni. Érdekel az ügy. Nem vagyok fanatikus, de azért érdekel. Tudjátok, csak 2 hónapja költöztünk ide, és Ed belépett a férfi egyletbe. Tudom, hogy ez nem igazság. Szexista, de őszintén örülök, ha éjszakánként elcsalja valami a háztól. Ha tudaterősítő csoportot alapítunk, csatlakozol? Mit? Tudaterősítő gyűlést. Ötje partira gondolsz? Persze, igen. Ott a helyem. El se tudjátok képzelni, Ed miket akar. Latex ruhát hozott nekem Angliából. Honnan? Újabb sportrajongó. Mi az a latex ruha? Én akcentusmániás vagyok. Nem tudom miért, talán azért, mert a... nem tudom, hogy észrevetted, de... Csak fiatal korod van? Nem, nem. Még mindig. De nagyon erősen próbálom kontrollálni. Kérlek, nos... Írj fel minden helyet, ahol valaha éltél, a születésedtől mostanáig. És ez itt egy általános szókészlet. Látod? Végig az összes betűvel. Alma, akasztó és ilyenek. Nos, nagyon egyszerű kezelni, csak nyomd meg a gombot és beszélj. Azt hiszem, meg tudom oldani, de mire kell? Ez egy életre szóló hobbi. Hagyj békén. Tudod, ha egyszer elég mintám lesz, az összeset betáplálom egy komputerbe, beprogramozom, és visszakapok egy azonnali geográfiai vizsgálatot a szeméről, ami fontosabb lesz az új lenyomatnál is. Ez nagyon érdekes, Claude, de túl sok munka. Mi Stepfordi feleségek nem érünk rá, tudod, a tiéd sem. Rögzíti az új lenyomatodat? Nem, drágám. Tudod, a feleséged is. Bobbyval próbáltuk bevonni az egyik ötletünkbe, de túl sok a vasalni valója. Te talán meggyőzhetnéd. Kit Sanderson-t is. Ha rám tudnak szánni egy kis időt, megcsinálom neked. Ez ugye egyfajta zsarolás, Joanna. Ez tette nagyjá az országot. Általában csacsoghatunk, de ha szerencsénk van, konstruktívabb dolgokra is putja. Van valakinek kérdése? Hát jó, akkor talán elkezdhetjük. Jól van, nagyszerű. Ki akarja kezdeni? Bármiről beszélhetünk. Szexről, pénzről, a házasságunkról, amiről akarunk.
Mi lenne, ha én kezdeném? Ez nagyszerű. Jól van. Hát... Vannak pillanatok, amikor Walter többet foglalkozik a joggal, mint velem. Ez rosszul esik. Én úgy érzem, nem hiszem, hogy Ed valaha is szeretett. Vagyis azért vett el, mert dögös nő vagyok. A többi tévés főgurú szemében jó benyomást keltett, hogy a felesége ilyen jó nő. Persze sok mindent kaptam. Emiatt nem panaszkodom. De sose szeretett. Tegnap egyáltalán nem sütöttem. Olyan sokáig fényesítettem a padlót, hogy a sütésre már nem maradt időm. Nem kell minden nap sütnöd két. Nem muszáj. Istenem, erdőrül, ha van otthon kenyér, amit ehet. Kényelem keményítő spré. Legalább fél órát spórolok vele. Soha többé nem futsz ki az időből, garantálom. Olyan régen ki akartam próbálni a kényelmet. Nem akarom előadni a vezetőt, de nem muszáj a házi munká... Nem kell csak a házi munkáról beszélnünk. A kényelem tényleg ennyire jó? Hogy jó-e? Az idő az ellenséged. Barátkozz a kényelemmel, ez minden, amit mondhatok. Olyan jó. Ha egyszer híres nő lennék, és a kényelmesek megkérdeznék, vállalok-e reklámot? Nem csak, hogy elvállalnám, de ingyen megcsinálnám. Annyira jó termék. Úristen. Azt hiszem, kiviszem Fredet. Fredet? Hol van? Megint kiment a kertbe? Nem. Azt mondtam, hogy kiviszem sétálni. Ó, kimentek? Nem, a fürdőszobában fogunk körözni. Csak folytasd, amivel foglalkoztál. Akkor is szeretlek. Hát, én is szeretlek. Fred! Freddy! Kimegyünk sétálni! Jó volt, rendben lesz. Fred! Fred! Gyere vissza, ne kelljen kétszer mondanom!
Nagyon sajnálom, hölgyem. Igazán nem akartam megijeszteni. Ön az, Mrs. Eberhardt? Igen. És nagyon rám ijesztett. Még egyszer elnézést kérek, de ez nagyon csendes kis falu. Sok szép házzal, mint az önöké is. Az emberek értékeket tartanak otthon. Óvatosnak kell lennünk. Látja azt a régi házat ott? Jellegzetes épület. Nem tudtam róla. Egy vasútmágnás építette 1870-ben. Amikor a férfi egylet megvette, már teljesen romos volt. Az egylet felújítási bizottságot alapított, hogy rendbehozzák a házat. Szóval nem árt az óvatosság, nem hagyjuk éjszakánként mászkálni az embereket. Épp azért költöztem ide a városból, hogy éjszakánként is mászkálhassak. Természetesen, önök sétálgathatnak Freddel. De maradjanak a házuk közelében. Higgy el, Mrs. Eberhardt, ezen a környéken nem szabad mászkálni. Értem. Köszönöm. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Hadd csak, Ed, majd én vezetek. Te nem vagy olyan állapotban. Rendben? Ez az. Dőlj hátra és pihenj. Jól érzed magad? Jól van, akkor indulhatunk. Nagyon bájos, édesem. Nos, hölgyeim, mindent megtaláltak? Ó, igen, köszönjük. További szép napot. Köszönjük szépen. Azt próbáltam elmondani, Jim, hogy... mit akartál mondani? Ő volt Frank. Frank? A házban, emlékszel? Ő volt Frank, és ő volt Mrs. Frank. Istenem, Frank, igen. Jaj, emlékszem már is. Nos, mit szólsz ehhez a Stepfordi pároshoz? Istenem, igen. Egy pillanat. Okay. Rossz irányba tartunk, erre kell mennünk. Tisztítok. Hello. Üdvözlöm. Jó napot. Hallották? Futótűzként terjed a hír. Egy fekete család költözik hozzánk. Önök szerint ez jó? Szerintem jó. Bár nem is tudom, ez vajon jó-e, vagy inkább teljesen természetes, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ez a környék legliberálisabb falva. Stepford. Liberális? Persze. Nálunk nyílt Fairfield megye első kínai étterme. Ah, igen. És nálunk volt az első nőklub, ahol minden liberális vezér előadást tartott. Nincs itt semmilyen nőklub. De volt. Elmentem egy rendezvényre, és legalább 50-en összejöttünk. Hová tűntek azok a nők? Néhányuk elköltözött, a többiek egyszerűen megunták. Én mindenképp. Készen vagy elmehetsz? Évekkel ezelőtt felbomlott, mert ott semmi hasznosat nem tanultunk. Úgy érted, semmi házi munkát? Szeretem, ha tiszta az otthonom. Nézd, ezt a könyvtárban találtuk. Kerül, itt az áll, hogy te voltál a nőklub elnöke. Csak azért vállaltam, mert senki más nem akarta. Kérlek, magyarázd el. Amit csinálsz, kielégít téged? Nos, engem igen. Lehet, hogy neked nem volna elég, de...
mint tudod. Ted sikereket ér el a tudományos kutatásban, és én nyújtom a hátteret. Ezzel segítem. A gyerekeknek kitűnően megy az iskola. Én meg mindig itt vagyok. Őket is segítem. Leszoktam az italról, és azóta sokkal jobb. Bár nem tartozik rátok, de a szex is sokkal jobb. Nézzétek, sajnálom, hogy csalódnotok kell, de boldog vagyok. Boldog vagyok. Tudod, lehet, hogy mi őrültünk meg. Nem mondd, ez nem így van. Biztos? Kutyabajunk. Értem. Kutyabajunk. Ja, hogy sikerült? Mi? Ja, utálta őket. De be kell vallanom, megértem. Nem is tudom, miért csináltam őket. Mondd. Áthozták a lányok Fredet magukkal? Ha jól tudom, nem. A francba, és még oltási könyve sincs. Itt hagyhatom a gyerekeket, amíg megkeresem? Persze, elkísérlek. Jay! Vigyáznál a gyerekekre? Persze! Mindjárt jövünk! Oké, anyu. Nyugi, megtaláljuk. Mesélj, mit mondott az a bunkó a galériában? Fred! Fred! Te is láttad, amit én? Megvan! Nem, hátul Charmaine-nél. Uramisten! Tudjátok, Ed gyűlölte a teniszt, de egy szót sem szólt érte. Azt akarta, hogy nekem jó legyen. Most én akarom azt, ami neki jó, mert igazán megérdemli. Tudjátok, a hétvégét egy édes kis motelban töltöttük Vermontban, csak Ed és én beszélgettünk, mert itt a barátainknál hagytuk Fisheréknél, és Isten ilyen éreztük magunkat. Nem bírok rendesen gondolkodni. Nyakig vagyok munkával. Munkával? Bizony, elküldtem Netit. Igen. Végre kettesben lehettem Eddel, és minden jó lett. Minden, amit róla gondoltam, tévedés volt. Hát, azért jöttem, hogy elmondjam, vége. Ed mindig szeretett volna egy fűthető medencét. Most megkapja a drágám. Ed
elvégeztem egy kis kutatást. Jól van. És sokat gondolkodtam. Lehet, hogy amit most mondani fogok, őrültségnek hangzik, de ha kinevetsz, esküszöm, belebetegszem. Tehát, emlékszel, mit írtak a texasi nyugtatóról? A Time-ban volt. Kivágtam. Várj egy picit, ülj le. Október 4-i szám, 1971. Igen, 1971. Arról szólt, hogy miért van olyan kevés gyilkosság El Pasóban. Egy kutató elmélete szerint mindez az El Pasói víznek köszönhető. Nagyon mérő fakad, és valamilyen nyugtató anyagot tartalmaz, szóval olvasd! Látod? Dallas legalább kétszer akkora, mint El Paso. Abban az évben 242 gyilkosság történt Dallasban, és csak 13 El Pasóban. Joanna, szerintem Stepfordban is ez történhet. Van valami a vízben, amitől házi tündérekké válunk, hülyékké, mindegy, hogy hívjuk. Charmaine megváltozott, Carol Vincent megváltozott a többi nőklubtaggal együtt. Nos, én azt hiszem, hogy ez lehetséges. Nem lehet véletlen. Nézd ezeket a helyeket. Elektronika, komputerek, űrszemét, laborok, és ki tudja még mi. Lehet, hogy mind a Stepford folyóba üríti a vegyi hulladékát. Ami aztán befolyik a háztartásokba. Figyelj, nekem már a 6 órás hírek is sok. Szerintem az elméletemben lehet valami. Jól van. Írjunk az állami környezetvédelmi hivatalnak, hogy ellenőrizzék a vízminőséget. Ah, kormányhivatal. Ilyen helyen dolgoztam, Joanna. Csak olyan, mint az átlag, vagy még annál is rosszabb. Tudni, hogy elkutyulják a leveledet, amit küldesz nekik. Külön kurzuson tanulják, hogy kell ezt csinálni. Szerintem tudod, mit kéne tennünk? Saját magunknak kellene mintát vennünk a vízből, és elvinni egy megbízható vegyészhez. Csak az a baj, hogy egyet sem ismerek. Kivéve azt az egyet, aki a tetves férfi egylet tagja. Egy megbízható vegyész vette el a szüzességem. Ha, ne hűlj! A kék kereszten csinálta? Úgy hívták Raymond Chandler. Szentég. Volt egy viccünk, egy olyan hülye, személyes izé. Mindig azt kérdeztem, miért nem úgy beszél, ahogy ír. Egyáltalán nem volt durva. Gyűlölt mindenféle gazemberséget, de nem hagytam békén. Nem érhetett hozzám, amíg nem mondta el a legújabb regénye sztoriát. Ami persze a hosszú álom volt. Néha teljesen kiborítottam. Mennyi mindenre képes az ember, ha szerelmes? Mindketten a nyúra jártunk, és igazán szerelmesek voltunk. Miért nem mentél hozzá? Nem tudom. Talán túlzásba vittük a viccet. Talán elmúlt az élvezet. Azt hittem, Walter lesz az igazi Perry Mason. Szóval Isten veled szerelmem? Találkoztatok azóta? Na mindegy, megnézem a telefonkönyvben. És ha még New Yorkban lakik, ő a mi emberünk. Neked elment az eszed? Nem. Nem hívhatom fel azzal, hogy szia, a lánykoromban Joanna Ingalls voltam. Te vetted el a szüzességem, ellenőriznéd a vizem? A végső gasztrokromatográfiai vizsgálat 1 perc múlva elkészül. Hálásan köszönjük, Ray. Ó, ne butáskodj. Rég volt? 12 éve. Hozzámentél egy fogorvoshoz, jól emlékszem? Ügyvéd. És boldog vagy? Igen, nagyon. Jó, jó. Megnősültél? Már 9 éve. És nagyon boldog vagyok. Tessék, az eredmény, amit kért Mr. Chandler. Köszönöm, Elizabeth. Nos, első látásra mondhatom, hogy... A vizetekben főleg víz van. Mit mondjak nektek, lányok? Nem állítom, hogy szívesen innék belőle, de ez csak víz. Fogalmaznál pontosabban? Igen. De ahhoz, hogy megtegyem, pontosabban kellene tudnom, hogy mit is keresünk. Mivel nincs benne semmi. Nézzétek. Ezek szerint nem tudod megerősíteni a gyanunkat. Bocsáss meg, de mi az? Az asszonyok Stepfordban munkamániások, és azt hittem, hogy a vízben lehet valami.
Őt hol szedted össze? Ez nem vicces. Nem, tényleg nem az. Jól van, igazad van, nem volt szép tőlem. Mrs. Marco. Marco. Határozottan kijelenthetem, hogy takarítás kényszerítő nem létezik, mert ha létezne, milliókat kereshetnék vele. Megnyerném a Nobel-díjat, és visszavonulnék. Azt hiszem, megyünk. Kint megvárlak. Sajnálom. Mondd meg neki. Jó. Várj. Elszúrtuk, ugye? Nem tudom, Raymond. Nehéz okosnak lenni. Igen. Szia. Nem érdekel, hogy mit mondanak. Nem fogom úgy végezni, mint ezek a társikálók. El akarok költözni Stepfordból. Még ma megkérem Dave-et, és megyünk. Hé, ti is! Ne robbanj szét a párosunkat, mi vagyunk a legjobbak, Stani és Panóta. Gondolkozol rajta? Zoom. Zuza. Zulu. Végeztem, Claude. Befejeztem végre. Micsodát? Walter, elmennél? Uh-huh. Nem. Mi? Mit mondtam? Úgy értettem Stepfordból. Hisz csak most költöztünk ide. Hé, ennyire boldogtalan vagy? Olyan, amilyennek képzelted. Hát, nem olyan. Csak nem akartam elsőként elismerni, mert leginkább én akartam ide költözni. Hülye pasik élnek itt, de igazából a nők is unalmasak. Igazad van. Egyetértek, ezért akarok elmenni. Igen, de a környék meg nagyon szép. A gyerekeknek tökéletes. Talán Norwood vagy Eastbridge. Jól van, menjünk. Komolyan mondod, ennyi volt az egész? Csak kérnem kellett, nem kéne legalább veszekednünk? Nem szeretnék ma este elmenni, Joanna. Mi is van most június, összejött egy rakás munkám, jesszusom. Figyelj, tudod mit? Nézz körül a környéken, és augusztusban költözhetünk, a gyerekek is megszokják, mire kezdődik a suli. Jaj, már egy picit sorba voltak rakva a papírjaim. Összegyűröd Mr. Ziegler végrendeletét. Rádruházom a haszonélvezetet. Nos, azt hiszem, Mr. Ziegler várhat egy kicsit. Komolyan mondtad, elmegyünk? Igen. Ó, Walter. Olyan édes vagy, Walter. Lányok, négy ház után kezdem megismerni az ízlésüket. Szerintem ez lesz az. A tulaj egy ITT elnök Panamába helyezték. Talán, hogy forradalmat robbantson ki. Legalább 8 magányos nő várja még vissza Eastbridge Centerben. Nem tudom, hogy csinálta az asszony orra előtt. Jó ég. Előre megyek. Átadták a kulcsot, de sosem tudhatja az ember, hová megy. Kösz! Mrs. Kirgassa, imádom! Kövér, bűbájos, nagy szájú, egyszerűen imádom. Micsoda kincs. Amikor mondtam, hogy házat keresünk, Dave majd kiugrott a bőréből, azt mondta, lemondja a plázát. Milyen plázát? Elfelejtettem megkérdezni, vállalod-e a gyerekeket és a kutyát, hogy Dave-vel elutazhassunk a szokásos hétvégénkre a plázába.
Megemlékszünk arról, hogy egy fiatal szüzet a színház után felcsart a lakásába. Néha nem árt lazítani. Tiszta a levegő, gyertek, lányok! Rendben! Szóval, hajlandó vagy megtenni? Micsodát? Vállalod a gyerekeket és a kutyát hétvégére. Ó, tudom, hogy még a gondolat is rettenetes, ne haragudj, felejtsd el. Hát tényleg az, de rendben. Vállalod? A lányok örülni fognak a kutyának. Mióta a jó öreg Fred elment, nyúznak, hogy szerezzünk be egy másikat. Értem. De nem tudom, Walter mit fog szólni. Ezt hogy érted? Hát, tudod, gyűlöli az ajt. Jó van, adom! Tőle, mindjárt! Van egy kutya az asztal alatt. Mondd, kaphatnék egy kávét? Adom, Holly. Adom már! Holly van az asztal alatt. Jó van. Figyelj, töltenél még egy kis kávét? Igen, mindjárt. Figyelj már. Jól van, adom már. Figyelj, köszönöm. Joanna! Igen? Figyelj már, monopolisztam velük, de nem nyertem, nem gyűjtöttem semmit. Dominoztam és scrabble-öztem a nyavajás kölykökkel, most a konyhában vannak. Mit akarsz, mit csináljunk? Walter, 7 évig jártál egyetemre. Használd az eszed. Ne haragudj, de dolgozom. Azt hiszem, ez lesz életem legjobb munkája, és szeretném befejezni. De mivel kössem le őket? Heti 7 napot velem vannak. Tudják az összes Szezám utcás dalt. Énekeljetek. Énekeljünk. Jézusom. Mr. Atkinson, szombat óta ezt csinálom. Azért, hogy megfelelő formába öntve megmutathassam magának őket. Mert azt hiszem, sokat fejlődtem. Ezt el kell ismernie. Folyamatosan beszélek, tudom, de ők az én lányaim, azok pedig a barátnőm kisfiai. És meg kell mondania, hogy őrült vagyok? Vagy jók lettek? Mondjon valamit, nem érdekel. De érdekel. Rosszakat nem mondjon. Ezek tényleg egész jók. Ugye nem csak azért mondja, mert attól fél, hogy megőrültem és hisztizek. Maga nyilvánvalóan őrült, de az is biztos, hogy ezek szépek. Várjon egy kicsit. Azt mondta jók. Tényleg egész jók, mondta. A jó jobb, mint a szép. Nem gondolta meg magát, ugye? Nem. Bájos képek lettek. És erre ne ugorjon. A bájos jobb, mint a jó. De az érdekelne, hogy valójában mi a célja ezekkel? Az, hogy valahol egyszer valaki ránézem valamire, és azt mondja, ez egy Inglesre emlékeztet. Ingles a lánykori nevem. Szeretném, ha emlékeznének rám. Mint mindenki. Bobby! Én vagyok! Konyha! Most jövök Atkinsontól, New Yorkból. Imádta a képeket. Nem imádta talán, de érdeklődést mutat a munkám iránt. Övé a fotósok galériája. Ez nagyszerű, Joanna. Ha most azt mondod, hogy nem tetszik a ruhám, bedugom a fejem a sütőbe. Dave vette nekem a hétvégén, egy vagyont költött rám, és az alakom? Emelés melltartó. Igaz, amit a reklámban mondanak. Ó, Joanna, Dave beszabadított a Bergdorfba, és megőrültem. Bobby! A pláza hajjában megpróbált felszedni egy pasi. Tudod, mikor volt ilyen utoljára? Persze Isten, ilyen néztem ki. Bobby, most nem a plázában vagy, ezért nem értem, miért vagy kifestve. Korábban nem takarítottad a konyhádat, és nem festetted magad. Ismerd el, Joanna, hogy hülye voltam. Dave egész nap csak dolgozik, és mire jön haza? Mocsokra.
Bobby, már te is elkaptad. Semmi bajom, csak szeretnék nőnek kinézni, és rendben tartani a házat. Olyan vagy, mint Charmaine. Ó, hagyd már abba. Most már nem is akarsz elköltözni Stepfordból. Elköltözni Stepfordból? Jó iskola, alacsony adók, tiszta levegő. Nem. Igazad van. Megkínálhatlak egy csésze finom kávéval. Nem, most tényleg mennem kell. Bármikor jöhetsz, itt leszek. Idegességedben megtámadsz egy iskolabuszt, és meghúzod a kocsit. Bobby Marco vesz egy új melltartót, én meg vehetek új postaládát Vincentéknek. Mi van? Hová akarsz kiukadni Joanna? Még nem tudod megérteni? Csillogott a konyhája. Igen, mondtad. Nem akarok értetlenkedni, de mi köze van ennek ahhoz, hogy ennyire kiborultál? Nem erről van szó, nem ez a lényeg. Megváltozott. És nem mondd, hogy bolond vagyok. Most veszekedtek? Nem. Nem szeretjük, ha veszekedtek. Nem veszekszünk, csak beszélgetünk. És most szépen menjetek ki, rendben. Ja, Istenem, ez észvesztő. Fantasztikusan érezhetik magukat. Emlékszem, hogy amikor a szüleim ordítoztak egymással, én egyszerűen nem akartam, hogy csinálják. Hát én sem akarom. Sajnálom, ne haragudj a kocsi miatt, de pánikba estem, megijedtem. Hát nem érdekes. Engem a többi része zavar. Csak próbáld az én szemszögemből nézni, Joanna. Walter, csak egy valamit akarok mondani. Bobby megváltozott, hidd el. Minden úgy nézett ki a házukban, mint egy tévéreklámban. Helyes, jó? Jó, előbb-utóbb ki kellett takarítania, olyan volt, mint egy mocskos disznól. Nálunk mikor fog végre a konyha, vagy a többi úgy csillogni? Ezt szeretném tudni. Csak nézd meg, hogy járnak a gyerekek. Toprongyosak. Heti 80 órát dolgozom. Itt lakom, egy szép házban, ők meg úgy néznek ki, mint a lelencek. Ha csak egy kicsit több figyelmet fordítanál a családra, és kevesebbet az átkozott képeidre... Egy percig sem maradok tovább Stepfordban, Walter. Már is veszek egy házat, és ha neked nem tetszik, és a gyerekeknek se jó, abba hagyom a fényképezést, és házi tündér leszek. Hidd el, túl fogják élni, mert erről beszélek, Walter, a túlélésről. Jól van, rendben. Le tudok mondani a házról, ha nagyon muszáj. De van egy feltételem, vagy nem megyünk sehová. Felkeresel valakit segítségért, egy pszichiátert, vagy tudom is én kit. Jól vagyok, nincs szükségem segítségre. Jó, te azt mondod, jól vagy, de én szakvéleményt is szeretnék hallani, mert nem szívesen megyek Eastbridge-be, hogy aztán 4 hónap múlva azt mond, újra költözünk, mert nem szereted a várost és a szomszédok takarítási szokásait. Nézd, semmi lehetetlent nem kérek tőled, és nem szívesen kérem. De azt akarod, hogy mindent forgassunk fel másodszor is néhány hónapon belül egy rögeszme miatt? Ez azért elég aggasztó. Te is beláthatod. Na, legalább mi ne veszekedjünk ezen. Elköltözünk, már csak pár hetet kell kibírnod. Nem muszáj pszichológushoz menni. A faluban is lakik egy-két okos pasi. Beszélj az egyikkel, segíthetnek. Ezekhez nem megyek. Ha már mennem kell, saját orvost keresek. A férjem ragaszkodott hozzá. Staffordba költöztünk a gyerekekkel pár hónappal ezelőtt.
Korábban Manhattanben éltünk. És el akarok költözni. Tudja, semmi kifogásom a környezet ellen, de a feleségek Stepfordban valahogy más hullámhosszon vannak. Nos, ez elég lényegre törő volt. A férje azért akarta, hogy eljöjjön, mert... Úgy érzi, hogy irracionális lettem. Nincs biztosíték rá, hogy szeretni fogom Eastbridge-et, vagy hogy máshol jobb lesz. És nem akarja költözködéssel tölteni az életét. Igen, ez érthető. De Stepfordnak tudtommal eléggé antiszociális híre van. Tehát megértem, miért érzi ott boldogtalannak magát. Én is az lennék. Minden költözés trauma, és a városból faluba költözni egy olyan nőnek, aki nem családcentrikus, olyan, mintha Szibériába menne. Mit szól, ha azt mondom Westport, Connecticut? Írók, művészek. Nos, bizonyára nem hallotta, de Truro, Massachusetts, afféle paradicsom a pszichoanalitikusoknak. Talán Stepford a lakáskultúra fellegvára. Elterjed a híre. Akinek nem tetszik, továbbáll, mások beköltöznek. Westportban sem mindig csak írók laktak. Nem az első emberpár szülöttei. Igen, értem. Nos, nem vagyok meglepve. Nyilvánvaló, hogy okos asszony. Inkább az lep meg, hogy ilyen messzire eljött, hogy beszéljünk. Mégsem mond semmit. Azt hiszem, a férfiak csinálják. Milyen férfiak? Az összes. A férfi egylet minden tagja. A férjem. Mindegyik. Mert a nők nem házi tündérként jönnek Stepfordba. Ott változnak azzá. A férfiak hatására. Hogyan érik el? Nem tudom, csak... Talán... Jesszusom! Olyan rémes, mert ha tévedek, őrült vagyok. De ha igazam van, az rosszabb, mint ha tévednék. Nem tudom pontosan, mit művelnek, de megrajzolják a portrénkat. Felveszik a hangunkat, és minden nő csinos és jól ápolt lesz. Van egy férfi, apatikus, ő vezeti a gyógyszertárat. Amúgy egy senki, egy semmi, de a felesége lélegzetelállító nő. Egyszer véletlenül hallottam őket szeretkezni, és a nő folyamatosan ismételgette, hogy isteni a pasas. Charmaine is megváltozott, feltörette a teniszpályát. És Bobby, a barátnőm is megváltozott, és ez győzött meg végleg. Én is 4 hónapja élek Stepfordban, és nem tudom, mi folyik ott. Érzem, hogy valami rossz, és most én jövök. Rettenetesen fél, ugye? Tud aludni? Ez nem probléma, könnyen megoldjuk. Rengeteget fogunk találkozni és beszélgetni, de sajnos rosszul jött ki, mert most el kell utaznom néhány napra, és az idő rövidsége miatt nem mondhatom le. De ha visszajöttem, beszélünk. Nem! Nem akar beszélni? Nem leszek itt, mire visszaér, nem érti? Már előbb be fog következni. Nem tudom megmagyarázni, de érzem.
Lesz majd valaki a nevemen, főz és takarít, mint egy bolond, de nem fog fotózni, és az többé már nem én leszek, hanem olyan leszek, mint azok a robotok Disneylandben. Jól van, figyeljen rám. Adok magának egy tanácsot. Szedje össze a gyerekeket, és meneküljön onnan. Ne szóljon a férjének, senkinek se szóljon, csak menjen biztonságos helyre. Hol élnek a szülei? Meghaltak. Induljon el, és álljon meg valahol. És néhány nap múlva újra itt leszek. Hívjon fel, megkeresem, és mindent megoldunk. Mit szól hozzá? Nincsenek itt. Hol vannak? Mondom, hogy nincsenek itt. Elmentek. Jól vannak. Amy! Kim! Kihez mentek? Jól vannak. Milyen volt az orvos? Megnyugtatott? Walter, elviszem a gyerekeket. Hol vannak? Bobbyhoz mentek? Figyelj csak, nincs semmi bajuk, megmondtam, nem akarunk újra felhergelni. Kérlek, menj fel és feküdj le. Ne beszélj így velem, nem fekszem le, a gyerekeket akarom. Joanna, menj fel és feküdj le, indíts! Nem mondd meg, hogy mit csináljak, te szemét! Joanna! Walter! Joanna! Nyisd ki azt a rohadt ajtót! Rendben van, akkor maradj ott. Maradj csak ott. Megoldható? Igen. Én nem tudom, mit csináljak. Azt hiszem. Igen. Nem, azt nem. Jó, értem. Minden világos. Nem tudom. Fogalmam sincs. Kiborult. Jól van, de... Felment az emeletre. Igen, fent van az emeleten, bezárkózott. De azt hiszem, hogy... Nincs itthon senki. Csak mi ketten. Igen. Igen.
Jézusom, Joanna, mi történt veled? Bobby, figyelj! Innod kell egy csésze finom kávét. Nincs szükségem kávéra, a gyerekeket akarom. Nincsenek itt. Tudod, Dave sokáig dolgozik, átvittem őket egy barátomhoz, hogy rendesen kitakaríthassak. Ki mondta, hogy Kim és Amy itt vannak? Senki, de amikor megváltoztattak, a tiéid nálam voltak, és azt hittem... Megváltoztattak? Ezt hogy érted? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Bobby, hagyd abba! Nézd rám! Igazam van! Megváltoztál az alakod, az arcod, amiről beszélsz! Minden megváltozott! Igen, és ez csodálatos! Gondold meg magad, és igyál egy kávét! Mit jelent az archaikus? Arkáimi? Igen! Nem tudom! Gondolkozz! Régen tudtad! Ott voltunk Mari Axelnél, aki mindig vasal! Ő nem tudta, de te igen! Tudtam, hát elfelejtettem! Hogy kéred? Nem szerepelt a szavak közt, ugye? Teljesen friss pörkölés, finom. Te is szint is kérsz? Nézd, vérzik! Ó, persze, feketén iszod. Megvágtam magam, vérzek! Te vérzel? Jaj, nézd a kezed! Nem, te nézd! Joanna! Mondd, hogy tehettél ilyet. Mondd, hogy tehettél ilyet. Mondd, hogy tehettél ilyet. Amikor kávét akartam neked adni, azt hittem, barátok vagyunk. Amikor kávét akartam neked adni, azt hittem, barátok vagyunk. Hogy tehettél ilyet? Azt hittem, barátok vagyunk. Gondolom, kiszökött, amíg telefonáltam. Walter, nem lesz semmi baj. A telefon kihúzva, a riasztó kikapcsolva, az utak lezárva. Az egész falu őt keresi. Ne pánikoljon. Rendben? Figyeljen rám. Mindjárt visszajövök. Jól érzi magát? Hol vannak a gyerekek? Mondd meg!
az egyletben. Hello, Joanna. Mennyi fejfájást okozott mindenkinek? Szegény volt a rideges. Hol vannak a gyerekeim? Amikor megismertem, láttam, hogy nagyon jó anya. Biztonságban vannak. Egész este Charmaine vigyáz rájuk. Örült, hogy átmentek. Mi van a kezében? Jaj, ne. Arra semmi szükség. Teljesen félreérti. Egyáltalán nem erről van szó. Végig teljesen félreértette. Ezt el sem tudta képzelni. Ez egy újabb állomás. Így gondolja rá, és nem fog megijedni. De miért? Miért? Mert megtehetjük. Megtaláltuk a módját, és tökéletes. Tökéletes nekünk és magának is. Maga nagyon jó alany. Mondhatom, a legjobb. Maga okosabb a többinél. Nem baj, ha telefonálok egyet? Nézze, gondoljon rá a másik szemszögéből.
Nem örülne, ha egy tökéletes nő várna a házban, istenítené, kiszolgálná. A fülébe suttogná, hogy jó a teste, mindegy, hogyan néz ki. Elnézést. Minden rendben. Igen, ahogy mondtam, mindig igazam van. Igen, innen átveszem. Mindenki hazamehet. Nos, most már mindent tud. Mi lenne, ha túlesnénk rajta? Igyekeznünk kellett magával. Az igazat megvalva még nem állunk teljesen készen. Jaj, ne! Marian. Szervus, Charmaine. Mit akarsz tőlem? Ezt nem vehetjük meg, mert nézel túl drága. Rá folyton, mint egy anyagyilkosra. Azt szeretném, hogyha elmennél dolgozni. Ugyan, Charlie, akkor mi lesz a gyerekekkel? Mi lenne? Majd én otthon leszek, ugyanúgy, mint ahogy most is vásárolok. Meg tudom oldani, hidd el. Ne nevettes már. Inkább mondd meg, mennyi ez a sör. Ez rengeteg, ezt nem tudjuk megvenni. És miért iszol? Mondd jönnek. Meg, hogy miért iszol. De remélem előttük nem fogsz velem így viselkedni. Szervusz, Mary. Szervusz, Charmaine. Szervusz, Carol. Szervusz, Charmaine.
Szervusz, Carol. Szervusz, Pat. Szervusz, Bobby. Szervusz, Carol. Hogy vagy? Jól vagyok. Szervusz, Bobby. Szervusz, Joanna. Hogy vagy? Köszönöm, jól. És te? Jól vagyok. És a gyerekek? Ők is jól. A tiéid? Jól, jól. Megyeri János, Tóth Roland, Konrád Antal. Magyar szöveg Modona Zsuzsa, hangmérnök Johannis Vilmos, vágó Göbjös Attila, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Orosz Ildikó. A szinkront a Cinemax megbízásából az HBO készítette. Produkciós vezető Végöldön.